Budapesti Kossuth téren vagyunk, Holdan Frajossal, a Földany Alapítvány elnökével beszélgetünk. Mi a célja ennek a demonstrációnak? Demonstráció célja, egyik célja, hogy a sütőkövet megmentsük. Naponta 30-35 köbméter kő veszik el a nemzeti kővagyomból. Pazarlás ez, pazarlás az értékeinkkel. Fölemeljük szavunkat annak érdekében, hogy ez a darálás, ez a kődarálás gyakorlatilag megszűnjön Magyarországon és a sütő környéki bányákba. Mi lenne ennek a módja, hogy ez megszűnjön? A módja a bányatörvény megváltoztatása. Ugye régebben volt a 118-as bányatörvény, ott megjelöltek bizonyos elveket, azóta változott, és gyakorlatilag annyi történt, hogy minden követ egy kategóriába vettek, és ennek a bányai járadékát egységesen alakították ki. Ez a bányai járadék, illetve a bányatörvény nem ösztönzi a bányatulajdonosokat arra, hogy minél gazdaságosabban használják fel a követ. Egy dolog történik, amire nekik szükségük van, azt felhasználják, tehát a megrendeléseiket kielégítik, és az összes maradék követ, amire már úgymond nincs szüksége, a feldolgozóiparral és bányával rendelkező tulajdonosnak azt összedarálja, hogy kiszorítsa a konkurenciát, másnak ne jusson belőle. És amit mi hirdetünk, a frakcionált kőfeldolgozás, hogy a kő minden darabja felhasználható legyen valamire. A kő hasznos, a legapróbb darabja is, a különbséget pedig érzékelhetően a régi meddőhányok és az új meddőhányok között lehet megtapasztalni, látni. Régen a meddőhányok egész kis köveket tartalmazhattak csak, minden darabját felhasználva hasznos célra a kőnek, a sütői kőnek, a sütői keménypados mészkőnek. Ma hegyekbe ott áll a kőtömbökből álló hulladék, úgymond hulladékkő, ami valójában nagyon nemes anyag, nagyon drága anyag, és az új gépekkel nagyon sokrétűen felhasználható lenne. Ez ügyben megkeresték az illetékes kormánytagokat? Megkerestük a kormánytagokat, fölajánlottuk a magyar államnak, hogy az üzemünket fél évre odaadjuk ingyen és bérmentve, azért, hogy megtapasztalják, hogy a kő és a kőfeldolgozás alapszabálya szerint a sütőkő, mint előbb említett, ami mire használható. Maguk is rájöhetnének arra, hogy micsoda pazarlás folyik e tekintetbe. Látom még itt a demonstráción, hogy a faültetéssel is foglalkoznak. Mondani erről pár szót? A kőiszap egy kidobott mellékterméke a kőgyártásnak. Dunalmás és Neszmé között hegyekben áll, illetve tározókban áll a vörös iszap. Ezt javaslatunk szerint kőiszappal kellene befedni, és akácerdőt telepíteni rá. A kőiszap alkalmas arra, hogy a fákat vízzel ellássa, fölnevelje, segítsen abban, hogy a gyökerek minél mélyebbre hatolva föl tudják szívni az altalajból is a nedvességet. Ez a faültetés, ez Magyarországon vagy valahol külföldön már megvalósítást nyert? Madagaszkáron voltunk faültetési misszión, ott Ansirabbe városába, Morondavába és Antananarivóban végeztünk el faültetési munkálatokat. Bemutattuk a kőiszapos faültetésnek a módját, ismertettük jelentőségét, jártuk az országot, baobab fákat ültettünk, narancsfákat, és hát csupa őshonos fát, ahogy ezt Magyarországon is javasoljuk. Itthonról volt érdeklődés? Itthonról az önkormányzatokkal levelezésbe állunk, 450 ezer darab fát küldtünk ki, ez nem mind kőiszapos faültetés, hanem szabad gyökerű fákat. Postai költséggel együtt 7600 forint egy 200 darabos csomag elküldve, eljuttatva az önkormányzatokhoz. Őszi és tavaszi időszakban küldünk fákat, és hát folyamatos kapcsolatban állunk az önkormányzatokkal. Önkormányzati szinten nincs is probléma, de úgy gondoljuk, hogy ezt állami hivataloknak, minisztériumoknak kellene fölvállalni. A Regnum Mariannumnak az emlékművét láttam még itt középen elhelyezve. Ez hogy kapcsolódik a kőiparhoz? 1951-ben robbantották föl a Regnum Mariannum templomot.
ez 20 éves templom volt. Ezeket a terveket mi a levéltárba összegyűjtöttük, a fölrobbantási engedélytől kezdve, ami fellelhető papír volt, dokumentum volt, azt mi begyűjtöttük, illetve maradt még a domonkosrendi szerzeteseknél ebből a dokumentumból a Tököli úton. Célunk, hogy ezt megszerezzük, a Regnum Marinum maradék tervét még, és javasoljuk az ország közvéleményének, hogy építsük újjá. Az altemplom még a mai napig ott áll a helyén, illetve be van tömve, be van fedve szeméttel, sittel, és a 70-es trollibusz közlekedik a templomnak a tengelyén. Ez a 70-es trollibusz Sztálin születésnapjára indították el. Gyakorlatilag Prohászka Otto Kár és az ő szemlélete, az ő munkássága, az ő személye volt a célpont. Ugye sokan nem tudják, de a Regnum Marianum a Tanácsköztársaság rémtettei miatt hálából épült közadakozásból, Prohászka Otto Kár ötlete, kezdeményezése alapján. És hát emiatt is kellett elpusztulnia, úgy gondolom, ez volt a bűne, az antiszemitizmus vágya, ami a kezdeményezőt illette. Ha jól tudom, ez a tüntetés a kormány melletti tüntetés. Kormányt támogatni szeretnénk, és minden segítséget megadunk, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, vagy úgy gondolja ezt valaki, hogy a kormány ezt nem veszi figyelembe. Mi hiszünk abban, hogy előbb-utóbb meg fogja hallani a szavunkat. Tehát, ha normálisan, intelligensen és szépen adjuk elő dolgainkat, ami úgy gondolom, hogy Magyarországon ma nem igazán divat, csak a vak párbeszéd, a elkiabálása egymás mellett, ami döntő, ezt úgy gondolom, ez nagyon káros és kártékony dolog. Mi szépen szeretnénk megszólítani az illetékes embereket, hogy az ötleteket próbálja fölkarolni, támogatni az ország érdekében. Tehát csak is olyan ötleteket, ami az ország javát szolgálja, és ne pedig a saját zsebeket tömje. Ellenérzéssel vagyunk a bányászati hivatal tekintetében, mert úgy érezzük, hogy korrupt a tekintetben, hogy inkább a magánérdeket részesíti előnybe, mint a népnek, a magyar embernek, a nemzetnek az érdekeit. Tehát a hivataloknak és ezzel együtt a bányászati hivatalnak is esküvel megerősített kötelessége, feladata az ásványvagyon és a nemzeti érdekek, értékek védelme. Ezt mi hiányoljuk, azt tapasztaljuk, hogy ezt ők nem teljesítik ezen feladatukat. És hogy érzi, hogy ez a mostani itt léte a Kossuth téren, ez meghozta az eredményt, amit várt? Abszolút, tehát hogyha ha nem szólunk és nem beszélünk, akkor a problémák sebeket okoznak, esetlegesen átlépünk rajta. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, akinek valami mondandója van, az jöjjön el, vagy menjen el, vagy menjen olyan helyre, ahol ezt elviekbe, vagy gyakorlatba is meghallhatják. Beszéljünk, semmi sem tiltja, én nem félek senkitől, hajlandó vagyok mindenkivel olyan tekintetbe szót váltani, hogy a kővel kapcsolatban, itt a sütő kőbányászat jövőjével és a kőipar jövőjével kapcsolatban építő javaslata lenne, hogyan lehetne zöldebbé tenni, egészségesebbé tenni és élhetőbbé tenni a jövőt. Ezért vagyunk itt, és én biztos vagyok benne, hogy ez meghozza, vagy meghozta az eredményét. Több képviselő volt már itt, jöttek a Vidékfejlesztési Minisztériumból, de előbb volt itt Pálffy István. Hát megtörtént egy olyan kapcsolatfelvétel, ami biztató a jövőt tekintve. Nagyon szépen köszönöm!